Köszönjük, hirdette a Fidesz 2014 tavaszán a megnyert országgyűlési választás után a Simicska Lajos tulajdonában álló Mahír oszlopain is. A cég még 2006-ban az akkor MSZP-SZDSZ vezette önkormányzattal állapodott meg arról, hogy 761 oszlopot állítanak fel Budapesten, cserébe a cég nettó bevételének 15%-át, de legalább évi 45 millió forintot fizet. A szerződést 25 évre kötötték, a Városháza most úgy döntött, felbontja a megállapodást, mert szerintük előnytelen. Az önkormányzat úgy számol, akár 125 millió forint is lehetne a bevétel, miközben tavaly a legjobb évben is csak 53 millió forintot utalt a milliárdos bevételt produkáló Mahír. Az ellenzéki DK nem érti, miért csak azután jöttek rá, hogy előnytelen a szerződés, hogy Simicska Lajos nagyvállalkozó és Orbán Viktor miniszterelnök viszonya megromlott. Ha ez a szerződés káros a város számára, akkor ezt nem most 5 évvel később kellett volna megtenni, hanem már 5 évvel ezelőtt. A képviselő bejelentette, feljelentést is tesz, amit Talós István főpolgármester értetlenül fogadott, hiszen Gyénemet Erzsébet volt a javaslatot szintén megszavazó MSZP frakció vezetője, amikor a szerződésről döntöttek. Én azt javaslom a főpolgármester úr, tegyen ellenem feljelentést. Köszönöm szépen. Én nagyfiú vagyok, asszonyom. Minden esetre azt hozzáteszem, hogy azért ahhoz elég vastag arcbőr kell, hogy valaki, aki megszavazta ezt a szerződést, és akinek az idején megkötötték, majd 4,5 éven keresztül semmi baja nem volt vele, az most így beszéljen, ahogy ön beszél, ehhez az én normáim szerint igen vastag arcbőr kell. Híradónk megkérdezte a főpolgármestert, miért pont most bontják fel a szerződést. Elég furcsa, hogy most az Orbán-Simicska viszony miatt egyszer csak most fölbontják. Tehát olyan, mintha a nagy politika ide szólt volna. Én nekem senki nem szólt. Kérdezenek erről valaki mást. Megkérdeztük Tarlós helyettesét, a javaslat egyik előterjesztőjét. Nem kívánok nyilatkozni. Aztán a közgyűlési vitában az ellenzéki képviselő kérdésére már válaszolt Szenecei Balázs. Nincs boszorkányüldözés, jó gazdai szemlélet van. Nem csak a mai szerződés, hanem az összes utcabútor szerződést végignéztük, és így jutottunk erre a következtetésre. Simicska Lajos az Indexnek azt mondta, nemrég megkereste egy Fidesz közeli vállalkozó, hogy megveszi cégének 51%-át, de ő nemet mondott. Szerinte ezért bontják fel a szerződést. A 761 hirdető oszlopot Simicska Lajos cégének az év végéig kell elbontania. A döntést a Mahír felháborítónak tartja, és bejelentette, perelni fog.